You look like you've got something to say. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. You try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You? Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. Don't think too hard, handsome. See you later. Story of my life. Na sziasztok, szép estét, vagy kellemes délutánt, vagy jó reggelt, nem tudom, hogy ki mikor nézi. Gondolom valamikor a délutáni órákban legalábbis van egy ilyen sejtésem. Üdvözlök mindenkit ismételten. Köszöntésképpen lövöldözök is egyet, jó? Például egy olyan lámpát, ami nekem nem kell. Szia lámpa. Na, megérkeztünk a szigetre, gyerekek. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy megérkeztünk a szigetre. Ebből egyenesen következik, hogy szivatni fogjuk saját magunkat eléggé rendesen. Főleg, hogyha nem tudom, hogy hol van, amit keresek. Meg nekem rendkívül nagy szükségem lenne rá. Az már kicsit odébb van. Valahol van még egy pár csávó, akiket le kéne szednem. Csak így, így baromi nehéz fókuszálni az a helyzet. Ott is van még két fiatalember, ha igaz. Az ajtó környékén. Ott van egy. Szia, beszéljünk. Hol a fejed? Egy fej mínusz. És akkor van ott is egy, két csávó, akit én szeretnék leszedni. Érdemes először a bal oldalit, ugyanis utána a kollégája elkezd felé rohanni, és ha mázlink van, akkor beleszalad szépen, és le tudjuk szedni. Mázlink volt. Hagytam még el valakit, vagy... Aha! Banyek! Hát te meg itt megcsigásodtál! Bocs, mindjárt egy pillanat, és megszabadítanak a földi szenvedésektől. Anyádat már, na. Na végre, jó. Ott nem lett csiga? Nem, ott csak hullák vannak, kiváló. Teljes mértékben jól vagyunk, újra töltés, rohadtul kevés lőszerünk van, semmi probléma. Megoldjuk a problémákat, jó, mindent is megoldunk. Első utunk az ide vezet, hogy körülnézzünk. Csak az a baj, hogy már sok néznivaló ugye nincsen. Kivéve, hogy vannak turetek. Better watch my step if I don't want to get stung. Na most mivel, hogy leszettem a két csávót, ezért nem látom azt a jelenetet, amikor Krauser besétál Ashley-jal, de engem nem is zavar, láttam már elégszer. Viszont erre felé mindenképpen el kell jönnöm, ugyanis itt is van egy turet, ami nem enged át. Nincsen esélyetek kijátszani, jó? Tehát hogyha ezzel szivatjátok magatokat, nyugodt szívvel, de mindenképpen meg fogtok halni, hogyha megpróbálkoztok vele. Úgyhogy jövök és ki is kapcsolom szépen. Ez az egyetlen módja neki, hogy nem is kikapcsolni lehet, hanem odébb rakni a lézerfényeket. Jó, tehát olyan mocsok gyorsan lő, hogy esélyetek nincsen abszolút. Mindjárt jövök, Mercy, csak még egy helyet megnézek, bocsánat. Igen, itt nem hagyták ki ezt a részt sem. Annyi, hogy került ide egy darab ilyen. Hű, de nem emlékszem már a római számokra. Azt mondja, hogy 1741. Jól olvasom? Talán jól olvasom. Azt mondja, hogy... azt mondja, expelled by the militant wicked, we find ourselves in exile. Tehát, hogy kitaszítva az átkozottak által, mi a fene az számüzetésben találtuk magunkat. Withered is the grass, burned are the trees, we wait in expiation. A felét sem értem, gyerekek, tehát...
ezek olyan gyönyörűen fogalmaznak, de mindegy, lényeg az, hogy igazából szar minden, tehát a mit tennédjek meg akkor is. This isolation, isolated island our purgatory, tehát ez az elszigetelt sziget a purgatóriumunk. Yet despair not, brothers and sisters, our time shall come. Nehéz szó. Tehát, hogy de ne féljetek, fivéreim és nővéreim, az időnk hamarosan elérkezik. Hester Sadler. Gondolom Osmund Sadlernek valamelyik felmenője. Rifle ammo, az mindig nagyon jól jön. Na, és akkor menjünk szigetelni, gyereket. Fuhuhuhuhu. Na most, aki játszott ezzel, az tudja, hogy itt aztán lesz szivatás rendesen. Tehát lesz itt mindenféle... Ja, bocsánat, mercsit nem néztem meg. Tehát, hogy lesz itt mindenféle disznófejű csávó, aki lövöldözik ránk, meg nagyon sok ellenfél, kivéve, ha azt csináljátok, amit én. Első körben eladunk dolgokat a mercsinek. Veszünk is dolgokat a mercsitől, konkrétan egy Killer 7-t. Igen, megveszem. Aztán utána eladom neki szépen a Broken Butterfly-t jó pénzért. Ugyanis egy fokkal jobb. Hol van? Igen, ott is van Killer 7. Egy kicsikét föltoljuk, de annyira nem kell, tehát hogy nagyjából megfeleljen az igényeimnek. Mit tudunk még venni? Case upgrade. Legyen, sosem baj, hogyha van még helyem. A Striker itt nem kell. Alapvető különbség egyébként a kettő között, hogy a Striker az rövid távra hat, viszont sokkal szélesebben, tehát tömegoszlatásra kiváló. Nekem viszont sokkal jobban rájött Jan az, hogy szűkebben lő, viszont távolabbra. Tehát az úgy azért segít, az is segít. A Blacktail az nem kell nekem, úgyhogy nézzük csak, mit tunk up, semmit nem tunk up. Ticketet nem veszek, viszont veszek egy térképet, ugyanis őszintén megmondom, ez az a rész, ahol a lehető legtöbbször benézem, és fogalmam sincs, hogy merre fele futkosok. Szóval, meg is vagyunk, és akkor gyorsan mentünk egyet, ha már mindent elintéztünk. Na miután ezzel meg vagyunk, akkor mehetünk is szépen írtani az ellent. Ami sokkal mókásabb lesz egyébként, mint az eddigiek, tehát itt végre visszatér a taktikázás, jó? Tehát itt pedig barátkozunk egy picit vele, valamint vele, meg fog jönni még egy csávó. Szedjétek le őket minél előbb. Főleg, ha csiga van, ugyanis nem akarjátok, hogy meglássanak titeket, jó? Nem akarjátok. Elvileg már nem jön senki, mert mindenkit kiírtottam. Úgyhogy most már megyek is föl. Arra nagyon figyeljetek, hogy ha bármelyik ellenfél meglát titeket, tehát közel vagytok, vagy bármelyik lámpa meglát titeket, ott van még egy ilyen pásztázó fény, egyet már ugye leszoktam az elején, azonnal beriaszt, és a nyakatokra jön egy ilyen géppisztolyos, rohadt disznómaszkos állat. Nem akar, meg a haverjai nem akarjátok, jó? Tehát gyakorlatilag, ha azt csináljátok, amit most mutattam, akkor nem fogtok találkozni senkivel az égvilágon. Oké? Oké. Most miután meg vagyunk, itt fölveszünk egy növényt, ott van még egy doboz, majd utána megyünk tovább, és itt is leverjük a dobozt. Lemegyünk a másik oldalon, bemegyünk a háta mögé, fölmegyünk és ott is felszedjük, van ott pisztolylőszer, az mindig jól jön egyébként, pisztolylőszerből sosem elég. Megvan, itt le, majd ugye a turettet azt el kell tüntetni az útból, úgyhogy én fogom és itt szépen átvariálom a túloldalra. Elvileg, aha, gyakorlatilag is nem hagytam el semmit. Úgyhogy most egy kisebb kerülővel, de gyakorlatilag megyünk visszafelé, na arra ne menjetek. Úgyni, itt körbe megyünk. Tehát kerüljétek el a lézert, azonnal kicsinál titeket, ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni. Jó? Kerüljétek el. Oké, és akkor most csinálunk lőszereket. Őt is csinálunk, meg őt is csinálunk. Ezekből sosem elég, jó?
Láthatjátok egyébként, a kiskések vannak nálam méghozzá, azért nem mostantól kezdve nem nagyon fogom másra használni őket. Mint hogy ellenfeleket bögdössek vele. Most ott két csávó van, az egyiket azt nem reagál, úgyhogy meg kell lőnünk valamiét. Gyerünk már! Gyerünk! Meghalt, jó. Meghalt? Meghalt, jó. Na most, ha Mázlin van, akkor a haverja az fog jönni szembe, és le tudom dobni. Mondtam én, Mázlin van. Na. Állja manjána, na. Elég gyorsnak kell lenni, és akkor meg tudjátok lepni őket, jó? És akkor van még egy sávó itt. Nem kell rájuk pocsékolni a lőszer, hogyha meg tudjátok bökni a nyakukat. Meg is történt. Ez komoly, gyerekek. Ez komoly. Tehát egy... Első bug a játékban, imádom. Itt viszont van egy faszi, akit viszont nem tudunk kikerülni, hogy muszáj lesz szájba lőnünk. Mondom szájba. Mondom száj. Na végre, meg is hót. Kedves kopasz barátunk feladta. Úgyni, ez is megvan. És most megyünk föl szépen. Amint fölértök itt, fölértök szögediesen. Amint... Fölértek, lóti, futi, és le kell bökni ezt a csávókámat, jó? Nem szeretjük őt. Úgyni, meg is beszéltük vele a problémáinkat. Megvan. Két hordót rommá lövünk, rugunk, aztán utána... Itt szépen és lassan besunyulunk. Aztán megfutjuk és lebökjük hátulról. Megvan. Van még egy srác itt bent. Őt lassan. Lassan. Jó, tehát ő reagál arra, hogy futtok, hallja sok tócsa, vagy nem tudom miatt. Őt csak így fogjátok tudni. Meg is van. Egy kést elhasználtam, nem baj, van még egy. Én pedig miután bejöttem ide, fölveszem szépen itt a sárga növényt, itt ne hagyjátok, jó, baromira hasznos. Aztán pedig magamra hívom a figyelmet. Ahogy megjelennek az ajtóban, ahogy megjelennek, azonnal lőjetek, jó? Három faszi fog bejönni ennek, ebből kettőnek ilyen áttörhetetlen pajzsa van, tehát csak a lábát tudjátok lelőni, szartaktika. A harmadik az pedig szimplán csak genyó, és sajnos az a lámpa az lassabban esik le, mint ahogy szeretném. Gyertek! Úgyni. Ők elégtek, a haverük pedig még ott jön. Ővel majd mindjárt megbeszéljük, hogy mit szeretne. Segbe lőttük, jó? Segbe lőttük. Gondold át az életedet. Na, miután ezzel megvagyunk és megszabadultunk ezeket a szemétládáktól, ott van még egy rakétavetős fickó, akivel rendkívül meg kell beszélnünk, hogy mégis mit szeretne tőlünk, úgyhogy... Hopp, egy buksi. És mielőtt itt hagyom, ezt is szét kell rúgni. Na most, kettőféle opciótok van. Balra mentek, vagy jobbra mentek? Na most én szeretek a jobb oldalon közlekedni, legalább addig, amíg meglátom azt a szemét ládát, aki ott szokott lenni. Ott is van, anyád! Áááá! Na, mindkettővel megbeszéltük, hogy mit is szeretne tőlünk. Mi a franc? A rohadt csigát! Oké, ő itt fog lejönni, jó? Tehát várjuk szeretettel. Nem gondoltam, hogy túléli. Nem baj. Pisztoly lőszerünk az még annyi, mint égen a csillag, úgyhogy... Kicsit megalázzuk, jó? Meg is van. Utána mindenképpen gyertek be itt a bal oldalon.
ugyanis lesz itt egy nagyon egyszerű módszer, hogy hogyan lehet ezt a két marharépát kinyírni. Gyertek! Futás! Ennyi. Tehát szarrá szakadtak, meghaltak, tiszta az utunk, jó? Összeszedtük a shotgun shellt is. És azután levetődünk szépen. Volt még egy másik csáv, az hova röpült? Nem tudom, hova röpült. Térkép szerint tőlem, aha, megvan, gumpóder, oké, kiváló. Ismét mókás dolgok következnek. Semmi vészes igazából, csak annyi, hogy sok ellenfél van. Tehát innentől kezdve most már olyan sok bonyolult dolog nem fog történni. Viszont rakétavetője van a csávónak, úgyhogy szintén... Rohadt csigatna. Úgyhogy minél gyorsabban le kell szedni, jó? Ők meg észre se vették, hogy egyébként megritkozottam őket. Őt meg nem tudom lelőni ezzel, na mindegy. Akkor lemegyünk oda. Kicsit csacsogunk velük, jó? Na gyertek! Gyertek, ki van itt? Megjött a puci! Ekkora idióták! Segg belőlek, retardátkám! Next. Ez gyors volt. Ó, cseszed! Jó van. Nem fogok odaérni, tuti kurva élet. Nem, hát persze, hogy nem. Gyerünk. Erről van szó. Meg is murdelt. És akkor most itt szépen kilútolunk mindent, ami van. Jó, tehát azonnal lőjétek ki a rakétavetős csávót. Nem akarjátok megtudni, milyen az, amikor nem lövitek ki a rakétavetős csávót. Magnum lőszer mindig jól jön. Ott is van egy kincs, és hogyha kicsit hallgatóztok, akkor észrevehetitek, hogy itt is van egy ilyen kis izé, ugye? Ugye? Volt. Meg is van a 13. Elvégre a 13. fejezetnél tartunk. És gyakorlatilag innentől kezdve meg vagyunk, mehetünk tovább, kilútoltunk mindent, amit találtunk. Ez a része szintén nagyon kedves és aranyos. Nagyon-nagyon sok idő telik el egyébként kettő checkpoint között itt. Nem baj, ez legyen a legnagyobb problémánk. Na most miután itt bejövünk, nem tudom, hogy miért súnyultam egyébként, amikor itt még fölösleges. Nem akartam menteni, bocsánat. Oké. Okay. Hú, ez érdekes volt. Velvet Blue, elvileg itt már nincsen semmi. Akkor most szépen elmegyünk föl, jó? Hör, hör, mör, mör. Grüla. Gyerünk! Jöttök vagy nem jöttök? Na? Na, ki mer a közelembe jönni? Gyertek! Ez egy kicsit gyorsabb, nem? Szekrényeket ne felejtsétek el megnézni, jó? Tehát itt azért már nagyon-nagyon rejtve vannak a cuccok. Szekrényekben is van cucc, vitrinekben is van cucc. Igazából az a baj, hogyha mindent végig késeltek, hogyha nem vagytok benne biztosak. Én általában nem vagyok biztos, jó? Nyugodtan mindent is. De legalább egy gombot megnyomunk. Kinyitottuk ugye a lenti ajtót. Úgyni. Iránya vissza, lőszerrel jól állunk. Oké, és irányít befelé, ugye.
Na most, kit találtunk? Ashley! Ashley! Come on, Ashley, wake up! Shit! Hang in there. Mierda! Na, ugye? Most itt pedig, súnyulva közlekedve szigorúan, megbeszéljük azzal a sráccal a dolgokat. Úgyni. Majd utána a bikafejes passzival is gyorsan, mielőtt megfordul, csász meg. Erről van szó. Na, siker. Boldogság. Ezt a kettőt ennyivel el lehet intézni, tehát a kés ismét hasznos. Több fejezeten keresztül abszolút esélyünk nem volt súnyulni, annak ellenére, hogy rákényszerített minket a játék egy csomószor. Most pedig tök jók vagyunk benne, itt cucc meg már nincsen, úgyhogy... De menjél le, majdnem itt hagytam. Hát szekrények, gyerekek, szekrény. Egy szekrény... van itt még egy, ha jól emlékszem, nem? Nem, de még egy. Újni. Hangunammal, és akkor most megyünk fel. Arra még egyenre nem tudunk menni, az majd csak esti segítségével, de nem baj. Jók vagyunk egyelőre, jó? Jó. Újni. Megtölti a Leónka, ha üresen látja. Oké. Egy mínusz. Még egy mínusz, ne legyél csiga. Nem baj, semmi gond. Jön egy páncélos sávú őt. Fogadjuk szépen illően ezzel. Gyere! De fussál már ide, kis genyó! Ketté csaptam, majd jön egy csávó, aki diszkózik. Na? Hát mi történt? Mondom én, ott van az is. Csak figyeljetek, hogy milyen tök jó fényeket fog mutatni, amikor itt jön el. Ott. Látjátok? Tök jó! Na gyere, te diszkó baleset. Azaz. Kész. Jaj, visszatértünk végre a régi kerékvágásba, amikor jobban félnek tőlem, mint én tőlük. Jó? Ez már kellett egyébként. Tehát volt itt egy pár olyan szemétfejezet, ami roppant módon kiszámíthatatlan volt. Abszolút véletlenszerű volt, hogy mi történik. Végre valami pozitívum. Ja. Azaz, ott meg egy kincsecske. De úgy emlékeztem, hogy kincsecske, de szerint nem. Majd utána... irány erre tovább. Hú, mi is van itt? Nem biztos. Mercsi? Talán. Nem? Még nem Mercsán, de majd hamarosan. Úgyni. Ja, ezt majdnem itt hagytam. Oké. Okay. Semmi probléma. Jók vagyunk. Ja, úgy látom, mintha villant volna, hogy valamit felszedhetek, de nem. Itt kukában nincs. Leon lámpát nem kapcsolod, hogy kicsikét szar látni, de nem baj. Egyenlőre itt. Ott semmi. Jó. Na most. Aki játszott az eredetivel, az sejthető, hogy mi fog következni, csak mutatom. Oda megy. Nem kell vele foglalkozni, jól útot nem dob igazából, zavarni nem zavar. Köszönjük, Black Base. Szia, Mercsi. De itt van még a Mercsinél. Aha, ott van még egy hordó. Na, kiváló. Gyere, Mercsim. Az mi? Ja, az egy szép, bocsánat. Nézzük csak kell. Aha, persze, tele kell tömködni, jól van. Akkor nézzük csak, mit rakjunk bele. Mindent, ami nálunk van. Jó, egy ilyet. Egy. Ilyet. Még egy ilyet, majd utána egy ilyet, és akkor legyen egy ilyen. Négy színbónuszt kaptunk, jó? Akkor most eladjuk ezt is, meg ezt is, oké. Okay. Igen, Zafirból eléggé sok van, nem baj. Eladjuk a halat. Nézzük csak.
First aid spray-ket. Miért van kettő? Ja, mert ott van, meg ott van. Rubbish, it makes no difference. Egyenlőre nem kell eladni, jók vagyunk. Thank you. Oké, és... Tune-up, mit toljunk föl? Kés nem használtunk. Ezt meg kell javítani kicsit. Nézzük csak. Pisztoly az teljes mértékben jó így nekem. Riot gun az... Teljes mértékben jó. Ez... Knife needs care every once in a while. Egyenlőre jó. Nézzük csak, mit tudok venni, ezt még nem. Gold token, oké. Nem, semmi nem érdekel egyenlőre, ami itt van. Viszont itt kicsit rendezkedek. Úgyni. Sokkal jobban nézünk ki, kiváló. Ezt elhasználom, mert ebből úgyis annyi van, mint égen a csillag. Nézzük csak, heavy grenédek vannak, meg van egy kis grenéd, én ezt beteszem szépen ide. Jó, egyenlőre úgy sincsen másom. Ebből kellene lőszer nekem, rifle ammo, shotgun lőszert nem tudok csinálni, mert nincsen. Veszek egy kis fisztaszt tőle. Köszi. Ja, meg 12 kell belőle. Mindegy, nem baj. Jók vagyunk, ebből föltöltjük. Ebből is föltöltjük. Egyenlőre tök jól állunk szerencsére, semmitől nem kell tartani. Mentés következik. Hoppá, ezt majdnem itt hagytam, basszus, hogy gyorsan adjuk a merchantnak. Na szóval, egy tojás ott is van. Mindentől megszabadulunk, amire nincsen szükségünk, jó? Illetve ez érdekel, hogy mi a radai rossebbnek van nálam. Húzza a storage-be. Ez csak nagyon ilyen végső esetben kell, jó? Nagyon végső esetben. Na most szerencsére itt nem sok mindenkivel fogunk találkozni, viszont puzzle-lel fogunk, ami tök jó dolog. Ja, arra nem tudok menni, bocsánat, egyel korábban kanyarodtam. Ha itt bejöttök, akkor rögtön látni fogtok valakit ott a végén. Vagy nem, de az biztos. Most az első állomásunk nekünk, igen, tehát a lényeg az, hogy különböző szintű kódkártyák kellenek a különböző helyszínek kinyitásához. Úgyhogy első körben most ilyet fogunk csinálni. Áramot is ide-oda lehet pakolgatni, tehát mutatja, hogy melyik részen van áram, melyiken nincsen. Nekem most ez kellett első körben. Ezt szépen ki is nyitottam. Jó. Ide mindenképpen gyertek be, jó? Tehát itt kicsit lehet lootolni, egy kis first aid spray, azt mindjárt elpakolom. Szét kell verni a szekrényt, az nagyon hasznos dolog. Meg egy kis gunpowder, az megint csak hasznos dolog. Egyéb cucca az nincsen. És akkor most fogunk ide jönni. Az a helyzet, srácok, hogy ezt mindig elfelejtem, pedig alapvetően nagyon egyszerű, úgyhogy én puskázni fogok. Jó, tehát fölírtam magamnak, hogy mi hova van. Azt mondja, hogy jobbra, balra, le. Tehát ez akkor jobbra, ez a cucc így, és ez a cucc pedig így. Kiváló. Na. Az a lényeg egyébként, hogy el kell juttatni a különböző ilyen központi pontokhoz az áramot. Utálom az ilyen puzzle-okat egyébként, mindig elfeledkezek róluk. Ez viszont egy zseniális kísérlet. Látjátok, hogy milyen kísérlet, ugye? Na nézzük csak. Itt pedig van egy doksi, próbálom minél gyorsabban lefordítani. Azt mondja, hogy alany vizsgálata, regenerátor április 9. Végre új életet alkottam, regenerátornak hívom. Az anyagcsere kapacitása elképesztő. Ha csak az organizmusban lévő összes parazitát el nem pusztítják, a szövetei a végtelenségig regenerálódnak. Április 10. Miután egy bioszenzorral megvizsgáltam a testet, igazoltam, hogy a paraziták úgy működnek az alanyban, mint a létfontosságú szervek, mintha több különböző szíve lenne neki. Az új teremtményem gyakorlatilag halhatatlan. Még Dr. Frankenstein is szívesen kezet fogna velem. Április 13. Megosztottam a sikerem hírét a szemét kétszínű kollégámmal. Az arca azonnal elsápadt, aztán elkezdett valamit írni a jegyzetfüzetébe. Azt hittem, hogy le fogom nyűgözni, de ehelyett csak elkezdett figyelmeztetni a mindenféle veszélyekre. Micsoda bolond, mindent kézben tartok. Dátum nincs.
Az alany megvadult, és kiszabadult a fagyasztó kamrából. Én vagyok a hülye. Igen, te vagy a hülye. Én pedig rendkívül okos vagyok, ugyanis tudom, hogy mit kell csinálni regenerátorral. Mutatom. Szia, Regi! Mondom én. Nem kell vele leállni balhézni, jó? Tehát gyakorlatilag szivatjátok saját magatokat. Semmi probléma nincs ezzel. Semmi probléma nincs ezzel. De ha nem muszáj, akkor véletlenül is álljatok le vele problémázni. És én folyamatosan hallom, ahogy jön a hátam mögött. Úgyhogy rendkívül futok. Az újdonsült kártyámat pedig szépen beletömöm ebbe, és bemegyek. Na, itt is van a második ilyen cuccunk, úgyhogy megint puskázok. Tényleg elnézést, hogyha nem akarnátok a végtelenségig nézni, amit csinálok. Na, azt mondja, hogy van nekem egy olyanom, hogy fölfelé. Bár igen, tehát akkor ezt megfordítjuk. Van egy olyanom, hogy az jobbra, le, így. Aztán van egy olyanom, ami így megy, és végül van egy olyanom, ami pedig balra áll, és akkor minden kiváló. Na, a végtelenségig nézhetnétek, ahogy szenvedek ezzel a szarral, jó? Egy kis doboz, egy kis fegyver, jó, tehát fegyver mindig jó. Utána van még egy kis megállunk itt. És most át kell programoznunk nekünk a kártyánkat kettes szintűre. Na most ezzel egyetlen egy komoly problémám van nekem. Gyorsan, hogy jutok vissza a merchanthoz? Azt mondja, hogy ott kifut, jobbra, tök egyenesen ütközésig, aztán jobbra. Oké, rendben van. Beteszem a kártyámat. Nézzétek, hogy mi történik. Feldolgozást kérjük, várjon. Azonnal, de azonnal. Fordul. Lefektet. Kifut, jó? Merre? Jobbra. És ott le, jó? Visszafutunk egészen a merchanthoz, ugyanis ilyenkor visszaállnak szépen alapállapotba. Szia, Mercsi. Welcome. Hogy azt mondja, hogy mit adunk el? Semmit nem adunk el, köszönöm szépen. Na most akkor megyünk vissza szépen. Egyeske. Szevasz. Igen, odafutunk vissza a fagyasztóhoz. Természetesen miután visszajöttünk, már készen is van, ami egy tök jó dolog. Na most ketten fognak odakint vágni minket, jó? Egyeske itt van. Rohadtul nem jól felemegyek, bakker. Nem baj. Fújni. Most pedig ott le, és most ki tudjuk nyitni szépen ezt az ajtót. A kettes szintű cuccunkkal, jó? Már be is mentünk. És rendkívül boldogok vagyunk. Nem hagytam itt semmit, nem hagytam itt semmit. Nem kell izgulni, egyébként mindent össze fogok szedni, jó? Csak mindent a maga idejében. Na, itt van kettő darab csávó, akitől mindenképpen meg kell szabadulnunk, mielőtt bármit szeretnénk csinálni. Őt megvárjuk, amíg befordul arra jobbra. Úgyni. Nem látja, hogy közvetlenül mellette vagyok, tehát rendkívül balfasz szegénykém, de nem baj. Itt mindenképpen súnyuljatok, jó? Tehát ezt máshogy nem ajánlom. Majd miután ővele végeztünk, van neki még egy haverja, akit meg innen lepünk meg. Meg is van. Most, hogy ez megvolt, most pedig szépen kilítódunk mindent az égvilágon. Sosem emlékszem, hogy melyik szekrényben van valami, melyikben nincs. Úgyhogy mindent is szétverünk, biztos, hogy biztos jó gyerekek vagyunk, ugyebár. Arra még nem megyünk. Nem. Itt elvileg nincsen semmi. És gyorsan még följövök ide, nehogy itt hagyjak bármit az égvilágon. Ezt nem tudom kinyitni. Ezt nem tudom kinyitni, pedig rendkívül táskának néz ki, nem baj. Hol van még valami kincsecske?
Pedig sárga, ha mindegy. Ja, ott van valami. Jó. Totál úgy emlékeztem, hogy itt van még valami, de szerint nem. Na. Most pedig... Ja, itt van még egy ilyen doboz. Elnézést, ezt majdnem itt hagytam. Majd pedig... Neki futásból... Megbökjük a csávót. Sokkal egyszerűbb az arcmaszkosoktól így megszabadulni, jó? Sokkal egyszerűbb. Rifle ammo mindig jól jön. Mindent nyissatok ki, mindent szedjetek össze, mindent pucoljatok ki, jó? Mindent. Meg vagyunk elvileg. Okés. Én pedig most a következőt fogom csinálni. Imádom ezt a részt. Hazudtam, nem imádom. Van itt nekem most... Ó, egy doksi. Azt mondja, hogy a 2002F elszabadult tesztalany. During a recent power outage, the test subject of cryogenic stasis broke out of its holding tank and escaped. Tehát, hogy egy nemrég történt áramszünet alatt az egyik tesztalany kiszabadult a fagyasztó kamrából, áttörte a tank, áttörte a tartályt és kiszabadult. The subject was contained after 20 hours, leaving 7 dead and 19 wounded. A tesztalanyt 20 óra után tudták elkapni, miután 7 halott és 19 sebesült lett. We were unable to recover one of the bodies and the tool from inside of it. Az egyik testet nem tud, az egyik testet és a benne lévő szerszámot nem tudtuk visszaszerezni. The cause of this unfortunate incident is this unstable power supply. Tehát az incidens oka az instabil áramellátás. The outdated generators cannot keep up with our demanding schedule. Tehát hogy a régi generátorok nem tudják tartani a lépést az egyre növekvő követelményekkel. Management must prioritize the needs of the engineers over those of the researchers to prevent something like this ever happening again. Tehát a managementnek inkább a mérnökséget kellene a kutatók helyett preferálnia, hogy a hasonló dolgokat megakadályozzák. Na, és ha már itt vagyunk, akkor van egy biosensor szkópunk, amit persze, hogy elteszünk, olyan nincs, hogy nem teszünk el. Mondom, elteszünk. Ja, hogy ott még tele vagyok, mint a déli busz. Semmi probléma, mert ha nem cseszem el, akkor odáig elléptetek, hogy ettől megszabadulok, meg ezt a szart is elrakom, mert semmi szükségem rá egyelőre. Köszönjük szépen. Na most itt szépen lootolunk egy kört. Újni. És most van nekem egy puskám, amire most már tudok szerelni ilyen bioszenzort, és majd mutatom, hogy hogy néz ki. Nagyon bio, jó. A gond az, hogy kétszeres zoom van csak rajta, úgyhogy nagyon kell figyelni, de lényeg az, hogy most szépen megszabadulunk a tahóktól. Egy. Úgyni. Meg is van. Próbálom úgy pozícionálni magamat, hogy a lehető leghatékonyabb legyek. Gyerünk, te fekszel! Francba, majdnem eltaláltam. Anyádat! Nem volt jó ötlet, jó? Keljél már föl! Megkusszált a fasz! Gyerünk már, cseszed! Keljél föl! Csak egy pár szervét lőttem ki, nem is értem, hogy miért problémázik. Na végre! Szakadj meg! Úgy, na! Miután ez megvolt, őt még nem lőttem ki. Őt mindenképpen szeretném kilőni. Csak hogy innen nem férek hozzá rendesen. Mindegy, kezdjük először a haverjával, aztán majd úgyis erre megyünk tovább. Nézzük csak, ki van még a helyén. Nem, ott már nincs semmi, ott még van egy. Pont a két lehető legszarabb helyen hagytam meg az embereket, na mindegy, embereket, izéket. Szakadj
szakadj meg, utolsó bizbaszodott már. Nem akartam ezt, bocsi. Na. Ebből is látjátok, hogy nem minden játék és mese, ugye? Na végre a csúszófasznak is minusz. És akkor még egy olyan szemétláda van, őt pedig innen az ajtóból fogom szépen leszedni. Lehetőség szerint nem bénázva. Bebénázva. Oké, meg vagyunk. Feküdjél, kiváló. Jó. Na most elvileg itt mindent összeszedtem. Úgyhogy most gyorsan visszaszaladok egy kört, mielőtt elfelejtem. Rájfélem, ott nem tudok csinálni, mert nincsen nagy fiszfaszom, nem baj, megyünk a Mersanthoz. Hello, stranger! Azért jövök most a Merchanthoz, egyrészt, hogy vegyek tőle cuccokat, hogy tudjak magamnak csinálni istenvert előszert. Ez nagyon-nagyon kell, ebből nagyon sokat használtam. Másrészt azért, mert hogyha ide bejönnek, vagy ide bejövök, akkor ők szépen visszaállnak alapállapotba, most pedig már van ellenük fegyverem. Harmadrészt pedig, hogy gyorsan rámentsek egyet. Na és akkor megyünk megölni ezt a két utolsó szemétládát. Egy. Nem kell félni, jó, mindjárt elkezd futni felénk. Gyere, 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 gyere. Én meg bejövök ide, és hirtelen tudja, mit kezdjen a helyzettel, ami nekem egy remek esélyt nyújt, hogy szépen kicsináljam. Úgy né. Látom, hoztad a haverodat is. Úgy né. Még egy utolsót neki. Ne fussál el, vaze! Fussál vissza! Ennyi volt, jó? Meg is van. Na most én egy kicsikét több lőszert használtam el, mint amennyit szerettem volna rájuk, de nem baj, nem baj, nem baj. Teljesen jók vagyunk, oké? Okay? Most pedig bejövök szépen lootolni. Egyrészt ide, mert ide még nem sikerült. Gold ingot. Oké. Okay. Semmi szekrény vagy ilyesmi? Nulla? Sehol nem hagytam el semmit. Kiváló. De most visszakapcsoljuk szépen az áramot. Ismételten. Tudom, kicsikét bonyolult, de igazából ez a legegyszerűbb módja neki, hogy biztonságosan végig csináljátok az egészet. Áram visszakapcsol, és most megyünk vissza az átprogramozott kódkártyáért, jó? Jó. Ja nem, ott már voltunk, bocsánat. Egyel tovább. Elvileg mindent kipucoltam, ha igaz. Aha, ja, jól látom, jó. Akkor már csak tényleg egyetlen egy dolog van vissza ebből az egészből, aztán lassan vége a fejezetnek, nem kell izgulni. No. Megyünk szépen. Kódkártyát megszerezzük, miután ugye lecsavarjuk ezt a cuccot, aztán belenyomjuk átprogramozásra, úgy is van. Fölkapcsoltunk mindent, majd azonnal fordul, és futunk, 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 lóti futi, jó? Instant lóti futi. Úgy né? Anyád! Azaz!
Gyerünk már, murdeljetek meg! Gyerünk! Kiváló, felszedjük a kártyánkat. És gyakorlatilag itt már semmi dolgunk nincsen. Hármas szintű keycard. Vissza sikerült ugye kapcsolni az áramot. Ezért most ugye a hármas szintűvel ugye szépen fogjuk magunkat is kinyitjuk. Ismerős a hely? Ismerős a hely. Ugye tudjuk, itt van Ashley. Úgyhogy mindjárt bemegyünk szépen és beszélgetünk vele egy kört. Fú, felesetünk! Na, köszönöm szépen, hogy ezt is végignéztétek. Nézzük meg, hogy milyen eredményeim voltak. Kaptam némi CP-t, okés. 82,7%-os pontosság. Egyszer megsérültem, nem emlékszem, hogy hol. Valami balhé közepén lehetett, nem tudom. 48 perc, nem mondom, hogy rossz igazából. Baromi hosszúak egyébként a fejezetek, vagy csak én vagyok lassú. Így első tipre egy olyan 9-10 óránál tarthatunk, nem tudom, mindegy, elég lesz. Hú, no, én megköszönöm nektek, hogy ismét itt voltatok, továbbra is várom a kommenteket, hogy mi a véleményetek a sorozatról. Igazából ezen kívül vissza van még 3 darab fejezet, úgyhogy most már nem sokáig Resident Evil 4-kedünk, úgyhogy toljátok neki, jó? Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, remélem, hogy legközelebb is ide kattintotok, legyen a szép estétek, sziasztok!